Adélnéni következő történetét hallgassátok, figyeljetek, mert ehhez is kapcsolódnak kérdések. Mire kell vigyázni kölgyűjtés közben? Egy gyönyörű szombat délután kirándulni mentek Fanniék, a két kisanyuka, a két kislány és az egy kisfiú Petike, Ági testvére. Kisanyukának ő nevezte el a két anyukát mindenki nagy megelégedésére. A hátizsákba ennivalót csomagoltak, a kulacsba vizet töltöttek. Az úti cél a szigeti kis erdő volt, s a kavicsos Dunapart. Mindnyájan órákig képesek voltak kutatni, hogy minél szebb, érdekesebb követ találjanak. Időnként átvizsgálták egymás kőgyűjteményét, csereberéltek, kunyerálni próbáltak. Közben Petike mindenfélét kérdezett. Ezek a kicsi kövek mikor fognak megnőni? Ennek szerinted melyik az anyukája? Petikének ugyanis minden élt, beszélt és gondolkozott. A fák, a bokrok, a kövek. Szerintem egy kő minél kisebb, annál öregebb, mondta Ági, és a kisanyukák bólogattak, hogy bizony így van ez. Gondoljátok csak el, milyen sok időnek kellett eltelni, mire a durva, formátlan kőből gömbölyű, sima kavics lett. Mennyi ideig csapkodta az eső, égette a nap, simogatta a szél, magyarázták a kisanyukák. Fanni hirtelen felkiáltott. Fúj, valami guztustalan ragacs úszik a vizem! S valóban szürke, ragadós anyag lepte el a gyönyörű kavicsokat, s a lányok visítva menekültek. Ki szennyezi a folyót? Kérdezte Ági. Az ember, felelték a kisanyukák, és mindnyájan szomorúan nézték a vízharcát a csúnya masszával.